Nem lesz idén kritikám jövőre pedig az utolsót tartanák. A nyolc éve működő hatalmas sikert és áttörést hozó kerékpáros ünnep és demonstráció két szülőatja részint rossz kedvű, másfelől új irányokat és kereteket adna a szubkultúrából immár joggá nőtt biciklizésnek. A meglepőnek tűnő döntés okairól. Sinka Károly, a Hajtás-Pajtás ügyvezetője, CM alapító mesél, már is jó reggelt kívánok. Jó reggelt számos. kívánok, nem vagyok rosszkedvű. Nem vagy? Nem. Nekem, ahogy olvasgattam, a, a, hogy hogyan morfondíroztatok meg, hoztátok meg ezt a döntést, az volt az érzésem, hogy annyira happy-se vagy. Hát inkább komoly volt a döntés, azért tűnhet egyébként kedvűnek, de rossz kedvű biztos, hogy nem volt. Ez egy lépés, amit meg kellett lépni. Egy ilyen folyamatnak egy része, egy csomó folyamatnak van, amikor nem ilyen szuper, jaj, de jó. Nem mindig az, hogy fölemeli előtted 35 ezer ember Világos. a bringáját, az mindig annyira jó érzés. Ez most persze nem olyan nagyon jó, de rossz kedvű nem vagyok. És uh, hogyan született? Hát már rég, régóta tépelőttünk mi a küküvel, meg a CM többi vezetővel, hogy valamit, valamit muszáj csinálni azzal a dologgal, hogy a kritikám lesz aránylag sikeres. Non-profit, Nincsen tagsága, gyakorlatilag nem is létezik, csak maga a szellemisége. És emögött van egy magyar kerékpáros klub vezető szervezet, akik a szakmai munkát végzik. Ők járnak be a főpolgármester hivatalba, a különböző polgármesteri hivatalokba, az ő szakemberéikkel. Tárítják Igen, Igen ismerős innen tőlünk. Technikailag gyakorlatilag ők raknak minden mögéjét, viszont őket senki nem ismeri. A sikert azt viszont azt mondom, mi sallozzuk le. És ez nem működik. Az emberek nem tudják, hogy mi az a kerékpáros klub, az emberek nem lépnek be. Ezek az emberek, akik ott vannak, nem tudnak dolgozni, mert nem kapnak fizetést. Uh, mindenki azt mondja, hogy az ingyen van, mert majd a Kritikálmesz intézi, De a Kritikálmesz nem intézi ezt a Kerékpáros klub intézi el, és ez nagyon nehéz volt felismerni, hogy minden egyes sikeres akció, amit a Kritikálmesz nevében csináltunk, akár közösen, az egy szög volt a Kerékpáros klub koporsójába beleverve. És, uh, és nagyon nehéz felismerés, de ezt föl kellett ismerni, hogy gyakorlatilag mi jártunk azon. Mármint, munkban. hogy lefölözitek a, a, figyelmet, meg Pontosan, ilyen módon, és az kell. emberek érthető módon, érthető módon, aki bringázik reggel a munkájában mondjuk a Deák az annak eszébe se jut, hogy neki be kéne lépni a kerékpáros klubba és befizetni ezt a pár ezer forintot per évente, hogy azok az emberek ugyanúgy dolgozzanak, mert semmit nem tud róluk. Minden csak a kritikámeszről tud, arra eljön és tökre örül neki. Na most minek utána mindig agyaltok minden évben azon, hogy mi legyen most a fő irány vagy a jelszó, mire hívjátok fel a figyelmet, az nem fordult meg a fejetekbe, hogy akkor, akkor valahogy a kerékpáros klub maga és a kerékpáros klubra történő figyelemfelhívás legyen egy létező, megtartott rendezvénynek a, a középpontjában? Hát egyrészt ez így még nagyobbat ütött. Értem, tehát akkor ez a, az elmaradás, az... Az, az, az is a, az egy demonstráció. A, világos, világos. A, a kritikám ez függetlenül attól, hogy nagyon-nagyon sok ember jól érzi rajta magát ünnepelni jön neki, azért az egy demonstráció. Egy nem pártpolitikai, de politikai demonstráció a kerékpározás mellett és, és egy demonstráció, bár nem kell feltétlenül mindig jól érezni magát az emberek, az, Azt, hogy a kritikám ezt jól érzik magukat. nem is kell Tehát... mindig elmenni azt, hogy Igen, a igen, kritikám ezt érzik magukat, ez egy iszonyatos szerencse, hogy egy ilyen mögé tudtunk állni, illetve hát az emberek mögén tudtak állni, ez egy nagyon-nagyon szerencsés kapcsolat, de egy demonstráció nem feltétlenül jó mindig egy embernek, ott akár még le is fújhatják gázsprével is. Ez is egy demonstráció, hogy felhívjuk erre a figyelmet, csak itt épp, épp mostan, a, saját közönségünknek üzentünk ezzel. Hogyan fogadta ez a közönség? Mert azért a a döntés kapcsán, vagy után olvastam olyanokat, hogy és lehet, hogy emiatt talán lehetsz rossz kedvű, hogy mintha nem értették volna sokan a sajátjaitok közül, hogy mi akar ez lenni, vagy miért. Nagyon-nagyon hát megpróbáltuk megmagyarázni. Nagyon megpróbáltuk megmagyarázni. Kicsit hosszúra sikerült ez a magyarázat. Nem sikerült 140 karakter alá vinni sehova, ami az én álláspontom, hogy az a tuti üzenet, ami 140 karakter. Tehát egy sms be kéne elmondani. Abszolút. Mi a helység, és ha abban megérthető, akkor ez jó, hanem az már túl hosszú, azért ez túl bonyolult volt ahhoz. Én szerintem, aki ezt nem értette meg, az, az valószínűleg nem olvasta tökéletesen végig, amit egyébként aláíró. azt tény is, hogy amikor ember, az embereknek elveszik a játékát, akkor mindig kicsit szomorúak. És a kritikám ezt, hogy most tényleg elvettük egy csomó ember játékát, de hát ezzel nem ér véget a világ. Egyrésztről lesz majd tavasszal is egy, másrészt, hogy meg ki tudja még mi a jövő, lehet úgy, lehet tovább csinálni. Az biztos, hogy a kerékpáros klubot valami úton, módon életbe kell tartani, mert itt egyébként most a, megszűnéséről, az, az élet halál harcukról van szó. Tehát azok a szakemberek, akik azért dolgoznak, hogy a nagy sink, akár még a Kürti Gábor ilyen tök jó fejnek tűnjön a városba, azok mondjuk három hónapra nem kapnak például a fizetést, mert nincs miből, mert nincsen tagsága a kerékpáros klubnak. Mert egyébként én se lépnék be, mert minek? Semmit, de semmit nem csinálnak, értem. Holott meg csak ők dolgoznak, értem, nem pedig én. A Kerékpáros Klub mit szólt ehhez? Jól esett neki, köszönik szépen? Hát Lehet szóval. ennek valami eredménye már? Azért ez gyorsan? a döntés, azt nem mondom, hogy közösen jött, de azért a Jánossal mi nagyon-nagyon így így vagyunk, tehát ez egy nagyon komoly szimbiózis. Ez nem próbálnak lebeszélni benneteket erről? Hát nem lebeszélni pró, ő is érzi, ez már nagyon régóta, ez már több mint egy éve megvan az irány, hogy valami úton módon a kritikám ezt tagságát és a kerékpáros klubot, vagy össze kell hozni, hogy az emberek tudják, hogy ők miért dolgoznak, és nem feltétlenül kötelező jelleggel, egy alternatív vaként választhatóan az embereknek vagy belépnek, de minden este ezt valahogy propagálnunk kell nagyon-nagyon erősen. A János ezt pontosan tudta, hát ő se szerette volna, hogy megszűnjön azért, vagy hogy ne legyen több, mert ő is tök jól érezte magát, meg ez egy nagyon jó show, ez látszik, ezt el lehet adni, de úgy gondolom, hogy ha hosszú távra tekintünk, nem pedig arra, hogy mi lesz majd 23-án a rádióban, tévében, újságban, hanem mi lesz 2016-18-ban ebbe a városba, akkor szerintem jól döntöttünk. És az a lényeg aztán, hogy hosszú távon mi lesz. Mindjárt beszélünk erről, és azt mondom meg, hogy ha már ez így szóba került, hogy ezt jól el lehet adni, ezt a sót, azért ezt történetes során meg is akarták egyenketten vásárolni, igaz? Minek után itt egy olyan rendezvényről van szó, ami non-profit, ugyanakkor olyan jellegzetességével vált a városnak, mint elég sok nagyokat kaszáló menő dolog a vágtától a szigetig. Viszont ti az ilyeneken mindig csak nevettetek? Hát amikor nagyon vicces, nagyon tréfás voltak, akkor nevetünk, amikor nem volt annyira, akkor meg nem. De azért olyan nagyon sokan nem akarták megvenni. De hát azért ez nem egy olyan nagy vesz. Ami nagy dolog a kritikám az az, hogy, hogy effektív pénz nélkül. Nyilván ez sem igaz, hogy pénz nélkül, mert mondjuk nekem van egy munkahelyem, meg a Gábornak is van egy munkahelye, ahol a kritikám ezt egyébként egy csomószor munkaidőben szervezzük, tehát hogy az esélyeség az, hogy pénz már a főnököm azért adja nekem a fizetést, hogy iratlan szabályként jó, én akkor ez időben, a munkaidőben dolgozhatom a kritikám ezt. Másrésztről támogatna a kerékpáros klub elad pólókat, az abból befolyt összeget támogatja a kritikámezt, tehát hogy van azért egy pénzmozgás, csak aki dolgozik benne, az senki nem kap belőle pénzt. És egy, egy ilyen, rendezvény ilyen rendezvényt megcsinálni azért nem egy nagy dolog. Csak pénzkérdés, semmi más. Tehát ennél 20 ekkorát is lehet csinálni, fel ennyi nekem van, csak zseton kérdése, hogy valaki mennyi pénzt rak le egy ilyen tök nagy zsákba. akkor A, a be szerintem az a nagy dobás, hogy, hogy ez semennyibe nem kerül az emberek ingyen jönnek dolgozni, mindenki szeret, ingyen szervezik, a kocsmák ingyen rakják ki a plakátot, a tévék, a rádiók, az újságok ingyen adnak, ebbe ez a nagyon nagy dolog, de hát ez pedig nem lehet pénzért megvenni, ez, ez csak is kizárólag az üzenet. az, ami itt értéke van, azt meg hát nem lehet eladni, azon tényleg csak röhögni lehet. Most akkor a csend üzen, és akkor utána jövőre az utolsó? Hát akkor megpróbáljuk meg csinálni egy hatalmas nagy fiesztát, egy nagyon-nagyon nagyot, ahol tényleg mindenki nagyon jól érzi érezze magát, és akkor már lehet majd egyébként látni, hogy az üzenet ez hogy ment. Tehát mi újság a kerékpáros klubbal, ők hogy érzik magukat, akkor utána majd újra lehet gondolni egy csomó mindent, de az tény, hogy most nem lesz. Nagy klasszikus értelme vett kritikán és majd megcsináljuk jövő áprilisban a Föld napján a hatalmas nagy utolsót, és utána majd az, az már egy csomó idő, akkor már kiderül, hogy hogy mennyien léptek be, megértik-e az emberek, kíváncsiak egyáltalán. Lehet egyébként az hogy tök rosszul gondoltuk. Tehát nem gondolom, hogy nálam van a bölcsekő vagy a Gábor, nem. Lehet, hogy az egész egy nagy marhaság, amit csinálunk. Ki fog majd derülni? Mindesetre kísérleteztek. Abszolút. Amit, hogy azt mondottátok, ez már nem szubkultúra. Jó látni azt a mindennapokban számodra is, hogy már nem egyedül állsz a piros lámpánál. Vannak egyébként hozzávetőleges számaid? Hogy hányan, hogy hányan, ülnek most már, mondjuk Budapesten, rendszeresen, folyamatosan kerékpáron. Hát ez most már ilyen tízez, tízezeres, nagyságrendek vannak. A gyakorlatilag, hát forgalomszámláláshoz az még mindig nincsen. Tökéletes forgalom. Én például évek óta számlálom. Én a minden reggel, amikor megyek be a munkahelyemre, akkor 8.45 és 9.00 között, amikor épp odaérek a Deákon, akkor meg szoktam számlálni, hogy egy lámpaváltáskor mennyi kerékpáros már. Ezt gyakorlatilag 3-4 évig csináltam megállás nélkül, egy Excel táblába vezettem ezt egy csomó ember számára elérhető, egy csomó ember dolgozott, belőle használt ez egy nagyon-nagyon komoly statisztika, négy évre visszamenő, és most abba hagytam, mert nem tudom megszámolni. Nagyon sokan van. Ha egyszer nem megy, nem pontos az adat, itt jönnek, ott jönnek, ott bekanyarodott, úristen, csak kapkodom a fejem, most ezért hagytam abba. Azt lehet tudni, hogy mondjuk évről évre megduplázódik. Pontos számot nem fogok tudni mondani, de évről évre megduplázódik a kerékpárosok száma. De tök elég, hogyha valaki ki. Hát igen, visszaemlékszik urak, hogy az a pont, hogy nézett ki 5 évvel ezelőtt, és ki megy most ugyanakkor, hogy hogy néz ki, ott a bizonyíték. Nem no. kell feltétlenül számokkal ellentem Akkor ]án. viszont szerintem folytassuk ezt a, a jövő év elején, és akkor meglátjuk, hogy Én jó a megbizonyult-e, jó? Nagyon remélem. Köszönöm szépen, hogy itt